A Tiszató, Cserkeszőlő, Berekfürdő huzamos ideje a legdivatosabb idegenforgalmi célpontok Vármegyénkben, holott értékből bőven akad máshol is, csupán eddig kiaknázatlanok voltak. Eddig. A Nemzeti Turizmus Stratégia felülvizsgálata ugyanis éppen most zajlik. Amely azt a átfogó stratégiai célt tűzte ki, hogy Magyarországon 2030-ra 50 millió vendégészakát realizál majd itt hazánkban, és teljes természetesen Budapest és Balaton mellett ebben a vidéknek is nagyon nagy szerepet szán. Jelenleg 11 turisztikai térség létezik Magyarországon, a Tiszató például Debrecennel, Hajdúszoboszlóval és a Hortobágyjal alkot egységet, még ettől délre. A vármegye Karcag alatti része ez idáig kilógott a sorból, azaz kívül esett a térség határain, ám a jövőben egy úgynevezett Destination Management szervezethez kapcsolódik majd, ami már sokkal nagyobb területi egységet jelent. A Tiszató esetében egy észak-kelet-magyarországi területet fog majd jelenteni, amely tulajdonképpen a tervek szerint egy jóval nagyobb területből áll, mint a jelenlegi, tehát a Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy, Tiszató mellé még a Tokaj-Nyíregyháza térsége és a Mátra-Bükk területe is bejön, és Jász-Nagypun-Szolnok vármegye további területei, a Tiszató alatti területei, Karcag alatti területei, pedig a délkelet-magyarországi turisztikai destinációs menedzsment szervezethez fognak tartozni. A módosítástól a szakemberek azt várják, hogy az megerősíti majd a helyi és térségi együttműködések szerepét, érdekérvényesítő képességét és lobby erejét. A Magyar Turisztikai Ügynökség a Visit Hungary keretében már el is kezdett kommunikálni a térségi és helyi szereplőkkel. Az új rendszer a nyár végére állhat föl.